A hétfői adatok szerint 856 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a COVID-19-et. Ezzel 328.851 főre nőtt hazánkban a beazonosítottak száma. Jelenleg 144.804 az aktív fertőzött. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így 9.977 főre emelkedett a halottak száma. 5.667 koronavírusos tápolnak kórházban. Közülük 400-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány lassítása érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések. A koronavírus elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy eddig összesen 80 ezer adag Pfizer vakcina érkezett meg Magyarországra, amely 40 ezer egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé. Mint olvasható, több budapesti kórház mellett 21 további oltópontot jelöltek ki. Győrben, Kecskeméten, Szolnokon, Tatabányán, Kaposváron, Pécset, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Debrecenben, Balassagyarmaton, Szombathelyen, Veszprémben, Nyíregyházán, Egerben és Békéscsabán. A következő hetekben újabb szállítmányok érkeznek, és ennek ütemében folytatódhat az oltás. Az év első felében várhatóan más vakcinák is megkaphatják a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra továbbiak érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása, amely ingyenes és önkéntes lesz. Eddig közel 600 ezeren regisztráltak a www.vaccinainfo.gov.hu honlapon és postai úton. Eközben folytatódnak a tesztelések a közneve dolgozók számára. Az eddig meghozott szabályok, korlátozások még érvényben vannak, míg azokat a kormány nem vonja vissza. Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők továbbra is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket.